Kedves Ádám, hát ez egy váratlan megtiszteltetés, nem a te számodra, az én számomra, hogy a Derék bátyám, aki hát olyan alkat volt, mint te, az ő nevében átadhatom ezt a kitüntetést. Senki nem érdemli ezt meg jobban, mint te. És örülök, hogy egy olyan családban születtem, aminek minden sarja, így én is, kötelességének érzi, hogy mindig kiálljon az igazság ellen és a gonoszság, a megalázás. Igazság mellett. Jézus már ellen. Hívják, hogy Freudi elszólalt? Akkor jó, akkor haladjam át neked ezt az oklevelet. Valamint ezt a borítékot, ami egy kis üdülést tartalmaz a te számodra, amik bőségesen rátér, mert gondolom néhány évtizeden nem voltál üdülni, feltételezem. És még azt akarom mondani, hogy itt van egy kis persely, egy ilyen házi készítésű persely, amiben kérjük, hogy mindenki rója le pénzbeli tiszteletét Csillag Ádámnak, aki, mint hallottuk, soha senkitől egy fillért nem kap a munkáját. Hát ennyi. Én rövid leszek. Ádám, gratulálok. Csináld sokáig, amit csinálj. Egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Nagy Imre társaságon keresztül Nagy Imre nevével egy lapon említődik, vagy említődhet az én nevem, és azt is a Libik György díjat is, annak is nagyon örülök, hogy Libik Györggyel egy lapon említhetik a nevemet, és akkor András Eviváról már ne is beszéljünk, aki ennek a díjnak az első díjazottja volt. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Nagyon, nagyon jól esik. Ugye kétségtelen, hogy az elmúlt három évben általában vagy forgatok, vagy otthon rakom össze az anyagomat, több-kevesebb segítséget is szoktam kapni, akkor most ezen a helyen meg említenék néhány nevet. Palotai Éva vágóét, aki nagyon hosszasan és nagyon keményen segített nekem anyagokat vágni, ugyanígy Kovács Eszter, aki nagyon fontos segítséget nyújtott vágóként, gyakran segít nekem Kardos József hangmérnökként. Nagyon nagy segítség volt tényleg a Gabi felfedezése arról, hogy lehet, hogy nekem kellene egy kicsit stabilabb szerkezet, ahhoz, hogy rendesen dolgozni tudjak, mert előtte én cukorspárgával fogtam meg a nyakamba, és az övtáskámba támasztottam ezt a rudat, amire a kamerát tettem, meglehetősen kezdetleges dolog volt, és az, hogy közben egy kicsit talán megtanulok operatőrködni is, az ahhoz nagyon hozzásegített ez a szerkezet is, és hát Gabit nem is kértem, ő saját magától kezdett ezen morfondírozni, és kereste fel a méhtelepet, hogy hol lehet megfelelő anyagot találni hozzá. Rózsa Miklós segített nekem egy újabb kamerát szerezni Svájcból. Az ő segítsége is nagyon fontos, és borzasztó fontos mindenkinek a leginkább a visszajelzés. A legfontosabb számomra az, hogyha megosztják a filmjeimet. Tehát, ha azt érezhetem, hogyha mondjuk éjjel kettőig vagy háromig dolgoztam egy anyagon,
akkor annak volt értelme, mert megnézték, nem tudom én, 100-an, vagy 1000-en, vagy nem tudom hányan, ahány emberhez éppen eljutott. A Gabi leírásával nem nagyon akarok ezekkel vitatkozni. Nagyon megtisztelő, és mondjuk abból a szempontból mindenféleképpen jó. Szóval, hogy mondjam, kicsit szokatlan, hogy ő arról is tett említést, hogy mondjuk ezeknek az ügyeknek nem csak a témája, hanem talán a megvalósításának módja is érdekes lehet azok között, a körülmények között, amilyen körülmények között nekem ezeket készítenem kell, aminek a lényege az az, hogy ameddig másokat nem tudok megfizetni, vagy rávenni, vagy kényszeríteni arra, hogy valamiféle lemondással járó dolgot csinálják, addig végülis én itt vagyok, magammal meg tudom tenni. Ami tehát ennek a dolognak, akikre a részben a súlya rakódik, azok a gyerekeim, akikkel együtt élek. Tehát, de ők ezt egész jól viselik. És most kaptak felmentést tőlem, mert úgy volt, hogy jönnek, de nem tudtak eljönni, vagy nem tudom, sapkát vesznek az egyik, mert a másik pedig a holnap előadást tart az egyetemen, ahol befejezi a tanulmányait. Nem illik ilyenkor, ugye itt sokat beszélni, szerintem már eleget beszéltem, majd ha valakinek lesz valamilyen konkrétabb kérdése hozzám, nagyon szívesen válaszolok rá. Annyit még, az Andréról is, hogy ugye szerintem az apukám lehetne, ugye a korosztályát tekintve. Az én apukám az sajnos 1960-ban úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, vagy így történt, vagy nem. Minden esetre én így apuka nélkül maradtam. És viszont a filmszakmában volt egy csomó ilyen lehetséges apuka, akik azért végülis nem nagyon igyekeztek apukává válni. Talán a Gábor Pál lehetett volna, hogyha nem akadályozta volna meg a szörnyű korai halála. Szóval azt akartam mondani, hogy az, hogy a libik így, meg a libik úgy, meg a libik amúgy, azt nagyon sokat hallottam még a rendszerváltás előtti időszakban, filmesektől, tévésektől, tehát hogy nagyon fontos személyisége volt André is a magyar filmességnek, akkor is, hogyha ezt nem Magyarországon, hanem elsősorban Németországban fejtették ki az áldásos tevékenységet. És hogy ide kanyarodtam, az azért van, mert ő kérte, vagy mondta, hogy esetleg a diáklázadás szerűségekről rakjak össze egy anyagot. Most nekem ezekről, mit tudom én, mondjuk a legkülönbözőbb egyetemekről, meg gimnazisták, meg különböző időpontokban, nem sokban különböző módszerek, de azért nagyon izgalmas dolgokban van körülbelül mondjuk 50 órányi anyagom. Úgyhogy én ebből, nekem erre nem volt módom, hogy én ebből így egy filmet csináljak, de van az a kicsi kis ablakos jelenet, és azt tulajdonképpen az aznapi anyagomból bővítettem egy picit, tehát ahhoz képest persze szűkítettem, hogy egy 30 perces kis filmecskét hoztam el, ami vagy sikerült átírni DVD-re, vagy nem. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még annyit, hogy engem, tehát hogy az kétségtelen, hogy ugye itt nem lehet pályázni, szóval most ebbe se akarok belemenni, tehát az, Magyarországon hivatalosan én valahova pályázok, annak nem sok értelme van, mert csak egy fölösleges kiröhögést vennék meg magamnak, hiszen akik döntenek a most elérhető pénzekről, azok a viszonylag közeli
kapcsolatom volt, hiszen sokat dolgoztam velük, vagy adott esetben mondjuk akár a megbízásukból is, de hát tudják, hogy ki vagyok, tudják, hogy mit gondolok, tehát nyilvánvalóan fölösleges nekem pályázgatni. Azt gondolom, hogy legalább a választásokig bírnom kell, aztán attól függően, hogy hogy alakul a dolog, majd nem tudom, majd meglátom, hogy tudom-e folytatni, vagy nem. Tehát még annyit, hogy 2011-ben azért azt el kell mondanom, hogy nem a Soros Alapítvány, hanem az UTOT szervezete nyújtott nekem támogatást, ami valamelyest felszabadított akkor bizonyos nyomások alól, mert hogy az egészet, amikor elkezdtem, akkor úgy kezdődött el, hogy a házban, ahol lakom, ott van egy ilyen kis bolt, a Jutka néni kis boltja, mindenki ismeri ilyen kis boltokat, és ami nem volt pénzem, akkor ott kaptam hitelt tejre, meg zsömlére, meg nem tudom, micsodára, fogkefére és WC papírra, és ez hónapokig, vagy azt mondhatom, hogy talán volt olyan rész is, amikor egy éven vagy fél éven keresztül tartott. Tehát az ő segítségével indult egyáltalán ez a dolog, amire valóban a másik dolog az, hogy hatalmas technológiai fejlődés következtében lehet ezt most megtenni. Ezt akkor, amikor mi indultunk a pályán, erről szó nem lehetett volna. Minden egyes kockát ellenőrzött az állam. Tehát ez egy nagy dolog, és hát még egy dolog, hogy én most jelen pillanatban, vagy elég hosszú ideje a közönségemből élek, és van, aki 1000 forinttal, van, aki 20 000-rel, van, aki 50 000-rel, van, aki 2 000-rel tud segíteni, és végül is én kérem ezeket a pénzeket, de nem szégyellem magam miatta, mert valóban azt gondolom, hogy a képességeimhez képest azért igyekszem adni is valamit cserébe. Tehát mondjuk ez az nagyon szomorú része, valami vidámabb, kéne befejeznem, nem? Arra gondoltam, hogyha nem sikerül a filmet vagy a DVD-t megcsinálni, akkor steppelni fogok, de ez nem olyan nagyon jól. Ja, Jutka néni egyébként sajnos agyvérzéssel elég hosszú ideje kórházban fekszik, akit például nagyon megviselt az, hogy a kisboltjában a dohány termékeket elvették tőle, tehát akár azt is mondhatnám, hogy valószínűsíthető, hogy akár még közvetlen összefüggés is lehet az ő betegsége és a magyar kormány áldásos tevékenysége között. A vidámságot akartam. Igen. Jó, szóval nincs őszintén szóval semmi vidám. Nagyon örülök, hogy és nagyon megtisztelő be vagyok, vagy érzem magam, és egyébként meg érzem magamban a szeretetet, amelyik sok embertől árad felém, és ez egy, hát hogy mondjam, ez a legbusásabb fizetség azért, amit csinálok. Még egy dolgot mondanék, anyukámnak köszönöm.